csak változtatni szeretne a jelenlegi életében. Mindenkinek. Abszolút. Mindenkinek, aki sikeres akar lenni. Mindenkinek, aki szeretne fejlődni, aki szeretne boldogabb és teljesebb életet élni. Elsősorban azoknak ajánlanám, akik saját maguk önszántukból szeretnének az életükkel továbbfejlődni. Minden olyan embernek, aki úgy szeretne spirituális fejlődést, hogy közben két lábon áll a talajon szilárdan, és onnan fejlődik, nem pedig a fellegekből. Mindenkinek, aki elakadás van, és eddig nem találta még meg a megfelelő helyet. A mesterkurzus mindenkinek ajánlom. Aki nem találja a helyét abban, amiben most van, ahogy most él, érzi, hogy jó, de valami nagyon hiányzik, itt biztosan megtalálja. Aki úgy érzi, hogy egy talán helyzetben van, vagy egy olyan helyzetben, amiből nem tud kiszabadulni, vagy egy függőségben van, vagy egy rabja az életének, úgy érzi, ez egy jó kitörési pont erre. Akik már egyrészt vagy kipróbáltak több mindent, és nem találták meg az igazit. Aki szeretne változtatni az életén, és nyitott és befogadó. Valami olyasmire vágynak, ami kizökkenti őket a megszokásokból és a hétköznapokból. Mindenkinek, aki fejlődni akar. Szeretnék, hogyha az életük egyszerűen színesebb, boldogabb, teljesebb és kielégítőbb lenne. Aki kicsit is nyitott tud lenni a világra, kicsit is érdekli valamilyen lehetőség arra, hogy nem csak panaszkodni az életre, vagy azt mondani, hogy nehéz tovább lépni. Én azt gondolom, hogy mindenkinek itt kellene lenni. Mindenkinek. Nem sok esélyük van az embereknek egyedül megoldani dolgokat. Mindenkinek. Aki fejlődni szeretne. Annak, aki szeretném fejlődni valamilyen irányba. Párkapcsolatunkkal. Akár konkrét irányba, akár csak úgy gondolja, hogy fejlődni szeretne. Vagy annak, aki szeretné megérteni, hogy hogyan működik a világ. Hát kb. Mindenkinek. Mindenkinek, aki szeretné jobban megismerni önmagát, a világunkat. A szívem vágya az, hogy a középiskolásnak a 11. 12. meg az egyetemistáknak is nagyon, nagyon jó lenne, hogyha el tudnának jönni. Tehát, hogy ez a korosztály is meg lenne célozva. Ez egy olyan hely, ahol a fiatalok többet tudnak fejlődni, mint például az iskolában. Meg ez egy olyan hely, ahol a fiatalok önmaguk lehetnek. Én mindenkinek ajánlom. Azok, akik nem találják már a hagyományos vagy régi típusú iskolában a megoldásokat, azok mindenképpen nézzék meg, jöjjenek el és tapasztalják meg azt a milliót, azokat a módszereket, amivel könnyedén egyrészt rá tudnak nézni saját magukra, és el tudják dönteni, hogy szeretnének-e abba az irányba változni, ami első pillanatban is látszik és megérződik. Én azoknak ajánlanám, aki szeretne fejlődni és hajlandó áldozni magára. Aki többre szeretné vinni az életben. És jobbá tenni az életet. Aki harcban áll önmagában. Aki nem riad meg attól, hogy magába fektessen, hogy magát jobban megismerje, hogy a saját belső kincseit feltárja. Valamilyen problémával küzd az életében, amit nem tud leküzdeni vagy legyőzni, vagy nem tudja, hogy oldja meg. Mindenkinek ajánlom. Mindenkinek ajánlom. Mindenkinek, aki valamilyen megoldandó dolgokra keres választ. Bárki széles körben meríteni tud az EOS-ból, és azt be fogja tudni építeni az életében.